Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. 2168 főre emelkedett a koronavírus fertőzésben regisztráltak száma Magyarországon. Ez az elmúlt 24 órában 75 fővel történő növekedést jelent. Az elhunytak száma 225 főre emelkedett, sajnos az elmúlt napon is 12 honfitársunktól kellett búcsút vennünk. Valamennyien idős krónikus betegek voltak. A kórfánknak Magyarország demográfiai helyzetének megfelelően nem jelent ez járványügyi szempontból különleges helyzetet, hiszen tudjuk jól, hogy az idős állampolgárok viselik azt a többletkockázatot, ami az ő megbetegedésük esetén sajnos súlyosan zajlik, és több esetben halállal végződik. Ettől függetlenül, hogy ez egy szomorú tény, ugyanakkor napról napra nő a gyógyultak száma is. 295-en gyógyultak meg a megbetegedésből, és ez egy örvendetes hír. Megjelent az újabb adókönnyítésekről szóló gazdaságvédelmi akcióterv, melyek adókönnyítő intézkedései több mint 200 milliárd forintot hagynak a magyar családoknál, a vállalkozásoknál és a lakosságnál. A hiradó.hu beszámolója szerint a kormányrendelet nem csak azt rögzíti, hogy a tervezett adócsökkentések a válság ellenére folytatódnak, hanem számos olyan intézkedést, amely a koronavírus világjárvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások terheit még tovább csökkenti. Az idén július 1-től 15,5%-ra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, amely fél év alatt 160 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál, és az álláshelyek megőrzésében is segíthet, írja a hírportál a pénzügyminisztérium keddi közleményére hivatkozva. A beszámoló szerint az Európai Unió legversenyképesebb adófajtája, a kisvállalati adó kulcsa 11%-ra csökken, ami mintegy 10 milliárd forintot hagy jövőre, közel 51 ezer vállalkozásnál. A kedden megjelent kormányrendelet az adócsökkentések mellett több lényeges adózást könnyítő intézkedés részletszabályait is tartalmazza. Könnyebbséget jelent mintegy 600 ezer cég és szervezet számára az is, hogy elegendő lesz a beszámolót kapcsolódó bevallásokat szeptember 30-áig elküldeni, és az adót is eddig az időpontig kell megfizetni. Egy másik intézkedés a közúti szállítók válláról vesz le jelentős terhet azzal, hogy az EKR bejelentéseik után nem kell kockázati biztosítékot fizetni, a korábban befizetett biztosítékot pedig visszakapják. A tárca kitért arra is, hogy az anyagi előnyök mellett egészségvédelmi szempontok miatt a kormány az online pénztárgépekre és az automatákra felülvizsgálati moratóriumot vezetett be, a koronavírus járvány miatt bajba jutottak újabb, speciális, ráadásul ingyenes fizetéskönnyítést vehetnek igénybe. Az újfajta kedvezmény kérelemre indul, amelyet a hatóság 15 napon belül bírál el. A kérelem mindenkinek, még a cégeknek is illetékmentes, és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon nyújtható be. Az igénybevételhez elegendő, ha a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza, a 12 havi részletfizetés vagy a 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás mindegyik adófajtára kérhető és 5 millió forintos tartozásig vehető igénybe. Nem csak az adófizetés ütemezésében segít az új szabályozás, hanem a vállalkozások adócsökkentését is lehetővé teszi. A nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak elég a járvány alatt a nettó bért kigazdálkodniuk, kérelmük pozitív elbírálása esetén pedig akár 5 millió forinttal kevesebb adót kell megfizetniük a pénzügyminisztérium közleménye szerint. További adóintézkedések segítik a turisztikai ágazatot, a vendégeknek 2020. december 31-éig nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót, és akár 1 millió munkavállalónak is nőhet a szép kártyára érkező juttatása. A munkavállalókat pedig az is segíti, hogy a fizetés nélküli szabadság ideje alatt is jogosultak maradnak az egészségügyi ellátásra, írja a hiradó.hu. Nyíregyházán nincs fennakadás, sem az egészségügyi szolgáltatások, sem az áru- és gyógyszerellátás területén. A veszélyhelyzet kihirdetésével kezdődően egy operatív munkacsoportot hozott létre a Városi Önkormányzat, ami az egész intézményrendszert kezeli. Kovács Ferenc polgármester televíziónknak elmondta, számos intézkedést hozott, amely a helyiek életére hatással lehet, ezek pedig a kormányzati döntésekhez és a kialakult helyzethez is igazodtak.
A piacok bezárásától az állatpark, a gyógyfürdő szüneteltetésén át, az óvodák, bölcsődék, és hát egyáltalán most legutóbb a parkolóhelyek zárása, illetve talán a legutóbbi a piac látogatási rendjének a módosítása volt, ami azt jelenti konkrétan, hogy 9-12 helyett 10 és 12 között vásárolhatnak ott kizárólagosan a 65 éve felüliek, ez pedig a helyzet indokolta, nem voltak vásárlók ebben az időszakban. Az áru- és gyógyszerellátásban továbbra sem tapasztalható fennakadás, ahogy az egészségügyi szolgáltatások is elérhetők a megyeszékhelyen, tette hozzá a polgármester. Zavartalanul működik minden. Legutóbb a Szent István utcán jártam, ahol a fogászati ügyeletet néztem meg, annak apropóján is, hogy sok felajánlás érkezett nyíregyházi vállalkozóktól, személyektől, ami egy nagyon-nagyon pozitív dolog, jellemzi ez már Nyíregyházát az elmúlt években, összefogás segítőkészség. Ott az egyik nyíregyházi cég ajánlott fel 3000 darab arcvédő pajzsot, ami ennél a helynél is nagyon fontos, tehát én nem tudok konkrétan semmilyen ellátási zavarról. Kovács Ferenc hozzátette, a cégek működésére és a munkanélküliek számára azonban már érezhető a kialakult helyzet hatása. Ezt konkrétan az önkormányzati cégeken keresztül is látom, ott is komoly intézkedéseket kellett tenni, elsősorban a turizmushoz kapcsolódó és a különböző szolgáltatásokat végző cégeknél. Ez azt jelenti, hogy ugye mind az állatart, mind a fürdő zárva tart, március 16-ával kezdődően, április 1-ével 4 órás munkarendbe, illetve a szabadságok teljes kiadására, kombinálva home office, az otthoni munkavégzés, ami azért kevés helyen értelmezhető, és annak a biztosítása, mindezt, hogy az állatok ellátása, a szinten tartó működés az ne legyen veszélyeztetve. A nagy foglalkoztatók vezetőivel 2 konzultációnk volt az elmúlt másfél hónapban. Ott általános volt az a véleményük, hogy senki nem akar bezárni, senki nem akar a dolgozóktól megválni, de a szükség helyzetben a szükséges arányos intézkedéseket megteszik. Ez a szabadságok kiadását, a megbízások szüneteltetését, valamint a 65 éven felüliek munkavégzésének szüneteltetését is jelenti. Azonban továbbra is a kisvállalkozások és a turizmus vendéglátás van a legnagyobb nyomás alatt, tette hozzá a polgármester, aki azt is elmondta, hogy az önkormányzat is átállt az elektronikus ügyintézésre, azonban indokolt esetben személyes ügyintézésre is van lehetőség. Emellett több telefonszámon is elérhető az önkormányzat ellátó és segítő rendszere, ezeket a telefonszámokat pedig már több fórumon is eljuttatták a lakosság számára. Múlt héten láttak napvilágot az általános felsőoktatási felvételi eljárás idei számai. Ezek azt mutatják, hogy országosan visszaesett nem is kevéssel, mint egy ötödével az egyetemekre, főiskolákra jelentkezők száma. A vidéki intézményeknél még drasztikusabb volt a csökkenés, ez alól pedig a Nyíregyházi Egyetem sem jelent kivételt. Mintegy 3400 középiskolás adta be jelentkezését ide, közülük 1041-en jelölték meg első helyen a Szabolcsi Felsőoktatási Intézményt. Ez egy 40%-os visszaesés, és ennek az az oka, hogy most már azokra a szakokra is kötelező az emelt szintű érettségi, amelyekre tavaly még nem volt kötelező, és a legérzékenyebben ezt az egyetemet tekintve a csecsemő és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus és a tanító szakot érintette, tehát ide jelentkeztek jóval kevesebben a fent említett okok miatt a tavalyihoz képest. Többségében minden szakon érintett, néhány kivétel van, ahol körülbelül ugyanannyian jelentkeztek, tehát ha most egy kis rangsort felállítunk, akkor a fentiek ellenére azt mondhatjuk, hogy a legtöbb jelentkező az óvodapedagógus alapszakot választotta, ezt követi rögtön a repülőmérnöki szak, aztán a gazdálkodás és menedzsment alapszakra is sokan jelentkeztek. Az osztatlan tanári szakoknál mind a nappali, mind a levelezős képzések esetében több szakpárt hirdettek meg a tavalyihoz képest. Ezeknél az angol testnevelő tanári szakpár volt a legnépszerűbb. A jelentkezők számának csökkenését valamelyest ellensúlyozta, hogy korábban szüneteltetett szakokat is meghirdettek. Ilyen volt az anglisztika, az informatikus könyvtáros és a pedagógia alapszak.
A felsőoktatási szakképzéseket közben idén többen választották. Itt a turizmus, vendéglátás, a gazdálkodás és menedzsment, a programtervező informatikus és a műszaki képzés volt a sláger. A rektor helyettes szinte biztos abban, hogy az összességében kevesebb jelentkező ellenére arányaiban többen kerülnek majd be az egyetemre. Abban pedig bízik, hogy a pótfelvételi keretében államilag támogatott képzéseket is meghirdetnek náluk. Ezt ugyanakkor a fenntartó dönti el. Őszintén szólva titkon remélem, mert ez a rendkívüli helyzet, és akkor így módon az említett okok miatt kétszeresen rendkívüli helyzet, hát ha ad egy kis engedményt, hogy bizonyos keretszámig államilag finanszírozottat is felvehetünk majd a pótfelvételi során, és természetesen a 2020-21-es tanévre ugyanúgy meghirdetjük a pótfelvételi eljárást, és akkor is számos szak közül lehet majd választaniuk a diákoknak és a jelentkezőknek. Minya Károly hozzátette, hogy minden aktuális információt, úgy a pótfelvételére vonatkozó híreket, adatokat is weboldalukon teszik majd közzé a megfelelő időben. Néhány hét alatt így tisztult meg a levegő Kínában a koronavírus járvány hatására. Ugyanilyen felvételeket Olaszországból is láthattunk az elmúlt időszakban, ahogy számos más európai országból, nagyvárosból. Volt, ahol felével esett vissza a környezetszennyező anyagok kibocsátása, köszönhetően annak, hogy gyárak tömegeiben állt le a termelés, emellett a légi és közúti közlekedés visszaesésével is kevesebb káros anyag került a levegőbe. Április 22-én a Föld napján, tehát el lehet mondani, hogy a természet profitálni tudott a jelenlegi helyzetből, ahhoz azonban, hogy ez hosszabb távon is a javunkra váljon, változásra van szükség az emberek részéről. Annyiszor kaptunk már figyelmeztetést a Földtől, hogy el kellene kezdeni nem csak másképp gondolkodni, hanem másképp viselkedni, mert ebből baj lesz. És én az előadásaimban nagyon sokszor feltettem azt a kérdést, hogy vajon eljutott az ember evolúciója arra a szintre, hogy képes belátni, hogy az, amit folytat, annak nagyon súlyos következményei lesznek. Mert ha nem látjuk be, akkor a Föld biztosan újabb üzenetet fog küldeni. És nekem szomorúan kell mondanom azt, hogy nem láttuk be. Ugye most a Föld, mondhatnám azt, hogy hazaküldött bennünket, hogy gondolkodjunk. Tehát a nagy kérdés a Föld napján az, hogy képesek vagyunk-e végig gondolni, hogy miért jutottunk ide, és képesek vagyunk-e változtatni nem csak a gondolatainkon, hanem a mindennapi gyakorlatunkon is. A tanszékvezető hozzátette, a Magyar Tudományos Akadémia nemrég közölt cikke szerint, a koronavírushoz hasonló nagy járványok után a Föld soha nem lesz ugyanolyan, mint volt. Az emberek mindig elgondolkodnak, kicsit magukba szállnak. Kis Ferenc szerint, ha a mostani helyzet elmúlásával visszaállunk a korábbi környezetszennyező életmódra, újabb jelzést kapunk a bolygónktól. A Föld ugyanis, mint fogalmazott, egy önszabályozó, dinamikus rendszer, olyan, mint egy élőlény, ami, ha veszélyeztetve érzi magát, lépni fog. Azzal, hogy az emberek most több időt töltenek a négy fal között, a friss levegő iránti szükségletük is megnő, többen vágynak ki a természetbe. Gondoljunk arra, hogy amikor azokat az állatokat, amelyek ahhoz vannak hozzászokva, hogy szabadon kószáljanak, vadászanak, kapirgáljanak és sorolhatnám tovább, bezárjuk, vajon azok az állatok mit érezhetnek? Hova vágynak? Természetesen a természetes élőhelyükre. A nagyon sok faj közül, ami itt él a Földön, a természetben, mi is csak egy faj vagyunk, és hova vágyunk? Hát a természetbe vágyunk, de viszont akkor egy fontos dolgot be kell látnunk, át kell gondolnunk, hogy ez azt jelzi, hogy a természet nélkül nem tudunk normális emberi életet élni mi sem. Ebből mi következik? Hogy a természetre vigyázni kell, vírus előtt, vírus után mindig, és az otthonunkat, amit nem hagyhatunk el, azt védeni kell. A Föld napján egy hazai felmérés eredményeiről is beszámolt a távirat iroda. Nagy többség a megkérdezettek, mintegy 90%-a mondta azt, hogy a Földet érintő környezetvédelmi problémákat komolyan kell venni. A megkérdezettek több mint fele érez személyes felelősséget a környezet romlása miatt, de leginkább a gyárakat, üzemeket, a közlekedést, valamint a multinacionális cégeket teszik felelőssé. A kutatás alapján 10-ből 8 magyar teljes mértékben egyetért azzal,
hogy a klímaváltozás a gyermekek jövőjét fenyegeti. Köszöntöm a kedves nézőket! Szabolcs-Szatmár Bereg megye területén folyamatos a haladás, és napközben is erről számoltak be. Sokan például útellenőrök a magyar közút részéről, akik egyébként napi rendszerességgel karbantartották a jelzőlámpás csomópontokat. Például Fehérgyarmat és Mátészak a belterületén, főútvonalakon a jelzőlámpás csomópontoknak a karbantartását rendszeresen végzik, tisztítják, mossák, illetve a kiégett izzókat cserélik. Külön felhívjuk figyelmüket a járművezetőknek, hogy védekapuknál számoljanak az elkövetkező napokban, szintén karbantartási munkálatokra, emelő kosárból mossák, takarítják, illetve karbantartják, ellenőrzik működésüket a jelzőlámpáknak, illetve a védekapuknak. Több helyen burkolati jeleket is festettek az elmúlt 24 órában a megye területén. Több baleset történt, gyakran fordult elő a megye területén ráfutásos baleset, ami sajnos nagyon gyakran a helytelen követési távolság megválasztásából adódtak, de tegnap délután Nyíregyháza belterületén a Törzs utcánál két személygépkocsi nagy erejű ütközése volt, egy egyenesen haladó, illetve egy kanyarodó. Nagyon fontos, hogy a közúti közlekedési szabályokra sokkal nagyobb figyelemmel legyenek a járművezetők. És a Tisza partokon már több helyen le van zárva, le van szallagozva, amit az önkormányzatok tesznek a vírusveszély elkerülése érdekében, hogy nagyon fontos, hogy úgy a kihelyezett feliratokat, kereszttáblákat, ami a behajtani tilosra vonatkozik, azt nagyon komolyan vegyék és ne hajtsanak be. Több esetben kellett intézkedni a rendőröknek szabásértőkkel szemben. Köszönöm figyelmüket! Nem csak a profi sportolókat, hanem az utánpótláskorú fiatalokat is a négy fal közé kényszeríti a koronavírus járvány. A Nyíregyházi Bocsik Akadémián normál esetben 40 szakember foglalkozik napi szinten 280 futballistával, jelen helyzetben viszont csak távkapcsolat segítségével tudják ellátni feladatokkal az ifjú labdarúgókat. Amikor éreztük, hogy ez lesz, akkor elkezdtünk készülni, és nagyon gyorsan megbeszéltük, hogy minden héten ugyanazokban a napokban, amikor egyébként kint kellene lennének a pályán a gyerekek, akkor egyéni edzésterveket fognak csinálni. Ezt az erőléti edzők, a kapus edzők és a labdás edzők közösen kidolgozzák. Vannak olyan területek, amit csak a kapus edző dolgoz ki, van olyan, amit csak a labdás és csak az erőléti ebből. Ezeket elküldjük mindenkinek, és különféle videóanyagokkal is készülnek, amivel segítik a munkájukat, tehát azért ők egy ilyen heti munkát végeznek, ez az egyik fele a munkájuknak. A másik fele pedig az, hogy folyamatosan kell tartani a kapcsolatot. Tehát azért elég nagy teher az, hogy nem lehet szemtől szembe állni a gyerekekkel, beszélgetni velük, de azért telefonon keresztül, akkor különféle ilyen online módszerekkel próbálnak, akkor ilyen konferenciákon keresztül találkozni, 5-6-os csoportokba beszélgetni, szülőkkel tartani a kapcsolatot, főleg a kisebbeknél, hogy hogyan viselik ezt a dolgot. Tehát valamilyen formában azért a kapcsolattartás és nagyon nagy figyelmet próbálunk fordítani, mert ilyenkor leépülhetnek kialakult jó kapcsolatok. Németh Károly elmondta, az edzők és a gyerekek is nehezen viselik azt, hogy nem mehetnek ki a pályára. Most kezdjük érezni az elmúlt 4 hét után, hogy most van egy nagyon pici csökkenés a motivációba. Nem mindenkire jellemző, de úgy általában ez egy teljesen normális dolog, hiszen a legkisebbektől kezdve, tehát 7-8 éves gyerekektől kezdve 19 éves korig minden csapatnak külön ilyen egyéni edzésterveket dolgoztunk ki, különféle ügyességi feladatok, labdaérzékelések, a nagyobbaknál futó és erősítő munkákkal, illetve még olyan elméleti feladatokat is adtunk, hogy cikkeket kell olvasni, játékosokról gyűjteni különféle adatokat, videókat megnézni, ami focival kapcsolatos, erről vissza kell küldeni, hogy hogyan értékelték és láttak benne, tehát egy picit minden oldalról próbálunk a futballal foglalkozni gyerekekkel, de az az igazság, hogy mivel ez csapatsportág, egyre nehezebb már ugye azt a közös játék élményt, amikor egy csel csinál, amikor 2-3-an passzolnak, és akkor kialakítanak egy akciót és gólt szereznek, tehát ezeket nagyon nehéz visszaadni. Itt érzünk egy nagyon pici megülést most, illetve az iskolába is, ugye mivel a távirányítással megy, meg a távoktatás megy, ezért ott is rengeteg feladat van, és ezért nagyon picit mi is visszavettünk, és ilyen játékosabb, ügyességi feladatokat próbálunk adni, kihívásokat próbálunk mondani nekik, hogy csinálj magadnak csúcsokat, akár dekázásból, akár ügyességi feladatokból, és erre adunk nekik példákat. Nem egyszerű, ez tény és való, úgyhogy mi is azért várjuk, hogy mikor lehet majd esetlegesen kicsit nagyobb csoportokba dolgozni.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 22-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Vigyázzanak magukra és egymásra. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!